Jól látszik, hogy a kormány egyes intézkedései súlyosan sértik bizonyos gazdasági szereplők pénzügyi érdekeit. Ilyen a rezsicsökkentés, a reklámadó vagy az agrártámogatási rendszer átalakításának kérdése. A Sesták miniszter úrral kapcsolatban megjelent lejárató cikkeket ennek tudjuk be. Kétségbeesett reménytelen próbálkozásokról van szó, amelyek a kormányt nem tántorítják el attól, hogy ezeket az említett célokat megvalósítsa. A politikai és üzleti nyomásgyakorlásnak eddig sem engedtünk, és ezután sem fogunk.